Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek 24 embert a 2016-os törökországi pucskísérlet szervezőinek egyik fő tárgyalásán. Az elítéltek között van a légierő korábbi parancsnoka, Recep Tayyip Erdoğan török elnök egykori közeli tanácsadója is. A pucskísérlet után több tízezer embert tartóztattak le, több mint 400 ellenpert is indítottak. Törökország megbüntette ezeket az embereket, senki sem léphet fel a nemzeti akarat ellen, a demokrácia ellen, és senki sem sértheti meg mártírjaink emlékét. A török bírák az alkotmány szellemében hozták meg döntésüket, azon alkotmány szellemében, amelyet a puccsisták el akartak törölni azon a bizonyos július 15-én, mondta a török igazságügyminiszter Abdulhamid Gül. A Recep Tayyip Erdoğan török államfő elleni puccs részletei a mai napig nem tisztázódtak. Nem lehet tudni például, hogy ki szervezte és pontosan milyen céllal. Az elnök az Egyesült Államokban emigrációban élő Fethullah Gülen hitszónokot tartja az ellene irányuló lázadás szervezőjének.